Rotyog az incsiklandozó pörkölt a tavalyi Sárétíze fesztiválon. A gasztronómia azonban csupán az egyik központi eleme a nagyrábi már hagyományos rendezvénynek. Szentgyörgy nap környéke kiemelt eseménye településünknek. Leginkább a tájegység pásztorai révén a kihajtás hagyományos időpontja miatt teremtett tradíciót a faluvezetés 12 évvel ezelőtt, amikor első alkalommal rendezték meg a Szentgyörgy napi eseménysort felidéző ünnepet. Ehhez csatlakozott 10 éve a Sárétíze Fesztivál, amely mára a megye egyik legnagyobb gasztronómiai rendezvényévé növekedett, változatos kulturális programmal is szolgál. Erre idén április 22-én kerül sor a Művelődési Ház hatalmas ligetes udvarán. Azonban az ezt megelőző napon is tartalmas program várja az érdeklődőket. Tudtuk meg Rácné Fekete Ilonától, a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójától, aki elmondta, az idei évben a programok kapcsán több újítással is előrukkolnak. Nagyrábén már több mint egy évtizede az egyik legnépszerűbb, vagy legkiemeltebb, frekventáltabb rendezvény a Szentgyörgy nap és a Szentgyörgy napi kihajtás és a Sárétíze Fesztivál. Ebben az évben április 22-én lesz a Sárétíze Fesztivál. A tavalyi évben volt először arra precedens, hogy a Sárétíze Fesztivált megelőző napon a nagyrábiról elszármazottakat hazahívják. Korábban ez mindig más időpontokban volt, illetve két évente rendezték meg az elszármazott találkozót. És most volt egy új gondolat, hogy az elszármazott találkozót kössék össze a Sárétíze Fesztivállal, hiszen ha hazajönnek a családokhoz, hazajönnek ugye tavasszal, akkor talán a másik napon, tehát a pénteken van az elszámozott találkozó, akkor másnap a Sárétíze Fesztiválon lehetséges, hogy maradnak is ezek a vendégek, illetve akik már ugye ide csak visszajönnek látogatóba, és ugye az is a látogatottságát, illetve a részvételét növeli a Sárétíze Fesztiválnak. Így aztán ez a koncepció maradt ebben az évben is, tehát április 21-én délutánra hazahívjuk azokat, akik Nagyrábéről elszármaztak. Délután 3 órától lesz egy ünnepség itt a Művelődési Házban. Kint az udvaron elkezdjük egy kis házi kemencében sült kenyérlángossal, fogjuk megkínálni az ittenieket, illetve úgy néz ki, hogy ültetünk egy új fát, ugye hátul nagyon szép kertünk van, és az elszámozottaknak a találkozójának az alkalmából egy facsemetét ültetünk. Majd egy hivatalosabb része kezdődik itt a Művelődési Házban a délutánnak, ahol többek között díszpolgári címátadásra kerül sor, most először, ahol Matolcsi Lajos elfogadta meghívásunkat, akinek nagyon sok múltja van itt Nagyrábén, és egy visszaemlékezést fog tenni, illetve kulturális műsort is hozunk a vendégeknek. A Schwarz Dávid nevű énekes, ő nagyszülei, Nagy Zsigmond a Kossuth utcán lakott, és pontosabban dédszülei, bocsánat, és a nagyszüleivel ellátogatnak erre az alkalomra, és Dávid a zongoristája kísérletével egy kulturális műsort fog adni, majd vacsora, és ezt követően pedig szolíd mulatságra kerül sor, ahogyan éppen a vendégsereg érzi, és a hangulat kívánja, és másnap pedig Sárétíze Fesztivál lesz. A szokásoknak megfelelően reggeli órákban egy felvonulással kezdődik, egy lovasi jász felvonulás lesz a templomtól a Művelődési Házig, és aztán elkezdődnek a színpadi programok, a kulturális programok, egész nap kavalkád és sok-sok minden. A nap délelőtti részében körülbelül ebédidőig inkább a folklóri és a hagyományoké a főszerep. Néptánccsoportok, citere együttesek, népdalkörök kerülnek és váltják egymást a színpadon. Eddig a populárisabb, picit könnyedebb műfaj kicsit háttérbe volt talán szorítva a rendezvényeken. Most, mivel az egész Sárétíze Fesztiválnak egy másabb átgondolás, egy másabb koncepció alapján zajlik, arra gondoltunk, hogy egy kicsit közelebb hozzuk, ahogy a délután is látogatottság nagy legyen, illetve estig végig programokkal várjuk az embereket, ezért délután lesz nóta, operett, musical, popslágerek, táncház, egy kis mulatós, tehát sok minden, nem mulatós, hanem néhány ilyen vidámabb dalnóta, és nagy meglepetés lesz remélem a helyieknek, hogy este pedig a napot egy rockoperával zárjuk. A Nyíregyházi Mandala Dalszínház a Sólyom Szárnya gálát hozza el, ami egy a történelmünket, a magyar történelmet feldolgozó rockopera, egy válogatás gyakorlatilag, a honfoglalástól az 56-ig lévő magyar történelmi eseményeket feldolgozó rockoperákból válogatnak, és az a megtiszteltetésért bennünket, illetve hát úgy sikerült ezt a műsort összehozni, hogy április 22-én este a rockoperában az egyik vezető szerepet Varga Miklós énekes művész játsza. Úgyhogy nagyon remélem, hogy
hogy a környékbeliek, a helyiek örömmel fogják ezt a műsort is várni. És hogy nagyon sokan itt maradnak este is. Amivel most megújul a Sári Tíze Fesztivál, és ez nagyon fontos szerintem, hogy a főzőversenynek a része ez most teljesen átalakult. Ebben az évben már három kategóriában lehet nevezni a főzőversenyre. Amatőr, profi és diák csoportoknak a jelentkezését várjuk április 15-éig. A Sári Tíze Fesztiválnak a jelentkezési lapját, a versenyfelhívást, a szabályzatot, illetve mindent, amiről erről tudni kell, a Nagy Rábé községi oldalon, illetve Facebook oldalon, a Műfáz oldalán megtalálják, illetve ha bárki ide hozzánk bejön, mi is szívesen adunk bárkinek erről tájékoztatót. A versenynek a díjazásában is változás történt. Motiválni szeretnénk a csapatokat, hogy minél többen jelentkezzenek, és hogy ezeket a hagyományos sárét ételeket minél többen főzzék meg. Ezért minden kategóriának a nyertese 5 fős wellness hétvégét fog nyerni, tehát mind a három kategóriában egy-egy wellness hétvége lesz, illetve a legjobb, az még ezen kívül nyer egy 7 éjszakás, 8 napos horvátországi utazást is, illetve úgy alakult a díjazások felajánlása szerencsére, köszönet ezért vállalkozóknak és támogatóknak, és most nem szeretnék név szerint elmondani még senkit, de nyilván majd a rendezvény napján ezt megtesszük, hogy úgy néz ki, hogy ennél jóval több wellness hétvégét is ki tudunk osztani. Tehát, hogy külön díjakat is fog tudni a zsűri, illetve ha kell, akkor megosztott első helyezéseket kiosztani, mert hogy szerencsére több olyan felajánlás és támogatás érkezett, amiből ez megvalósulhat. Illetve a külön díjakat is úgy szeretnénk meghatározni, hogy a zsűri, akiről már mindjárt beszélek, tudjon adni akár a legjobb nemzetiségi ételért, akár a legszebb környezetért, a tálalásért, tehát hogy majd azt meglátjuk, hogy éppen milyen olyan egyedi dolgokat fog látni a szakmai zsűri, az aki eldönti, ez az a 5-6 fő zsűri, és azt majd akkor meglátjuk, de ajándékcsomag felajánlásaink is vannak már. És itt szeretném elmondani, hogy ha bárki olyan vállalkozó, magánszemély úgy érzi, hogy még valamilyen módon szeretné támogatni akár a rendezvényt, akkor nagyon-nagyon örömmel fogadjuk és vesszük, hiszen minden egyes tárgyi felajánlást, vagyis minden egyes ajándék felajánlást, akár pénzügyi felajánlást, azt nyilván a rendezvényre fordítunk vissza és ajándékba adjuk át, bemondva annak a nevét, akitől ezt kapjuk. A zsűri az úgy fog összeállni, hogy lesz egy vendégmester szakácsunk, aki bemutató főzést is fog csinálni. Ő a Bede Róbert, aki a TV Paprikát esetleg nézi, ő talán ő ismerheti. Ő részt fog venni a zsűrizésben is, illetve valamikor a nap folyamán bemutató standon bemutató főzést fog végezni. A Gajdán testvérek már évek óta zsűriként jelen vannak a fesztiválon, ebben az évben is megtisztelik a rendezvényünket. Szegedi Róbert, aki Nagy Rábén él most, és egyébként a Hajdúság séfje címbirtokosa, ő is a zsűriben lesz, illetve még két meghívott társadalmi zsűri gyakorlatilag, tehát ők fogják a zsűrizést elvégezni. Én nagyon biztatok mindenkit egyébként, hogy vegyen részt ezen a rendezvényen, hiszen a környezet az nagyon-nagyon jó, nagyon jók az adottságai itt annak, ahol lehetőség van főzni. Április végén reméljük már ragyogó időnk lesz. Nagyon jók az ajándékok, nagyon színes lesz a program, és én azt gondolom, hogy így a téli picit punyadásos időszak után, így azért májushoz közeledve a tavasszal már így vágyunk ki a szabadba az ilyen típusú rendezvényekre, és ehhez egy ilyen gasztronómiai fesztivál, ahol zseniálisan, zseniálisabb ételek fognak készülni, és nyilván ezt meg is lehet kóstolni, vagy lehet belőle enni, inni, akár társaságban, akár milyen módon. Szerintem ez egy kiváló program és kiváló alkalom, hogyha bárki érdeklődik a részletekről iránt, programok iránt, illetve jelentkezni szeretne, nevezési díj az nincs. Akkor pedig bennünket itt a művelési házba keressenek bátran, és akkor mi bármilyen információt adunk erről. Aki úgy gondolja tehát, hogy szeretné lefőzni társait a 12. Sári Tíze Fesztiválon, nem utolsó sorban értékes nyereményekért, április 15-ig jelentkezhet a nevezési lap kitöltésével a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtárban.